Ha szeretnél jól szórakozni és mellé nyerni 100.000 forintot, akkor nincsen más teendőd, mint sem feliratkoznod a harmadik csatornámra, amely az Elek Róbert nevet kapta. Ott van a link a profilomban lévő bióban. Fú, mik lesznek ott, előre készüljetek fel, és ne felejtsétek el, hogy 100.000 feliratkozónál sorsolás, mindenkinek sok szerencsét. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig kivételesen nem egy játékkal fogunk játszani, hanem egy hozzánk közel álló játékról fogunk megtekinteni egy animációt. Remélem, hogy örültök ennek az egésznek, hogyha igen, akkor már most mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Ha valaki pedig még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább dolgokat pörgetünk itt? Na de, miről is nézhetnénk animációt, hogyha nem a jó öreg Amanda a felfedezőnkről? Az az animációnak a címe, hogy Amanda nem is gonosz. Már hogy ne lenne gonosz? Hát konkrétan a saját barátját, Csóri Bárányket megölte, és ketté fűrészelte. Nehogy az legyen, hogy az animáció megpróbálja megmagyarázni nekünk, hogy jaj, nem úgy gondolta, meg igazából ő a jó, aha. Hát tudja, hogy nem. Az én véleményem nagyon nehezen változhatna meg arról, hogy Amanda gonosz. Te beteg vagy, Voli. És én meggyógyítalak téged. És kérdez is tőlünk, hogy mégis milyen szerszámot használjon a gyógyításhoz. Mennyire naív már a bárány. Ő azt hisz, hogy Amanda nem akarja őt megölni, mivel jó barátok. Aha, hát kedves bárányka, félbevágott téged. Amanda néha furán szokott viselkedni. De minden barátságban vannak jó meg rossz dolgok is. Nem már. Ugyanúgy csinálták meg, mint a játékban. Rendes traumáim vannak ettől. Tolja is, Voli. Hogy allergiás az almára, és inkább egy jó barackos pitét enne. De hát Amanda erőszakos. Hogy új dolgokat is ki kell próbálni, meg minden. Nagyon el van nyomva folyamatosan a bárány. És nem igaz, hogy azt hiszi, hogy barátok. Hát ki használ téged, Amanda? Mi segítünk neked kinyitni a szemedet. Brutálisan profin van megcsinálva ez az animáció. Várjunk csak. Hogy készült el már most ez az almás pite? Mondd, hogy nem őt szelte fel! Jó. A pitét csupán. Hát nagyon is. Mondta, hogy allergiás. De Amanda erőszakkal megetette vele azt a pitét. És ki is jöttek az allergiás reakciói. És akkor majd ezzel az animációval kajakra azt próbálják nekünk beadni. Jaj, Amanda, nem is voltam gonosz. Aha, hát hogy ne lenne gonosz? Csóri. És ez is ugyanúgy van megcsinálva, mint a játékban. Annyira nosztalgikus ez. Még akkor is, hogyha pár héttel vagy hónappal ezelőtt játszottunk a játékkal. A dolgok egyre furcsábban alakultak, ugyanis Amanda elcsomagolta ezt az undorító rohadó szendvicset. Mégis miért hoztad ezt el? Minden öregszik. Te is öregszel, és te is meg fogsz halni. Durva amúgy, hogy még az időrend is, sorrend is stimmel, és minden ugyanolyan, mint a játékban. Aha, itt van a róka csapdában. És ráadásul még egy csomó ikonikus mondatot egy az egyben is átvettek. Egyébként ennek az animációnak, meg a játéknak
Nem minden dolga függ össze, szóval, hogyha ebből az animációból kiderülne valami olyan, amely a játékból nem derült ki, akkor csupán az animáció készítők fejéből pattant ki ez, és nem pedig a játék stúdiónak valami kis titka lehet ez. Szóval erre figyeljünk, hogy nehogy át legyünk itt verve. Aha, még most is ugyanúgy megy a sztori, mint a játékban, hogy mennek is az orvoshoz. De Wooly nagyon is mindrégig tudta, hogy Amanda hazudik neki az animációm szerint. Aha. Tisztában volt vele, hogy Amanda tervel valamit ellene. Próbált is volna az orvossal beszélni, ő is ugyanis tudta, hogy Amanda igazából nem beszélt vele, de hát Amanda ezt nem hagyta, hanem megitatta azt vele. És már itt is ébredt fel. Amanda pedig pörgeti is az agyműtétet, holott a lába sérült meg Wooly-nak. De ő azt állítja, hogy az agyával van baj. Amanda, én sohasem bántanálak téged, hát legeslegjobb barátok vagyunk. Te miért teszed ezt velem? A barátok nem csinálnak ilyet. Hogy mi? Hát de nem bántotta akkor őt itt. Hanem segített. Aha! És azzal próbálja magyarázni, hogy Amanda agyában egy démon van, és amikor rosszakat cselekszik, akkor igazából nem is Amanda irányítja azokat a cselekedeteket, hanem ez a démon. És most Amandának az igazi oldalát láthattuk, azért segített, és ezt a démont láthattuk a játékban is. És amikor rosszakat cselekszik, folyamatosan a démon behatása alatt van. Az a durva, hogy vágom, hogy ez csupán egy ilyen teória, de nagyon megállja a helyét. És mi van akkor, hogyha Amanda igazából tényleg jó, csak hát a démon átveszi a teste, meg a gondolatai felett az irányítást. És bocsánatot kér, amiért ellökte, meg amiért bántotta. Ő próbálta elmagyarázni Wooly-nak, hogy mégis mi történik vele, de ez a démon egyszerűen nem hagyta, mivel folyamatosan ilyenkor átvette az irányítást felette, és ezeket a mondatokat nem Amanda akarta mondani, hanem ez a démon. Ennyire érzelmesnek, még sohasem láthattuk Amandát. Most teljesen más szemszögből fogunk ezek után tekinteni erre az egész sztorira. Mi durva már, nem gondoltam volna, hogy ez ennyire komoly lesz. Tudom nagyon jól, hogy megijesztettelek téged, de nem tudtam megállítani a démont, mivel nem voltam elég erős. És még megköszöni azokat is, amikor Wooly segítséget próbált kérni tőlünk. El kell mennünk az orvoshoz, de a dolgok csak rosszabbak lettek. Most beragadt oda, vagy mi? Aha! De várjatok már! Amanda a játékban is folyamatosan utalgatott arra, hogy ő belülről rohad. Akkor lehet, hogy mindvégig arra utalt, hogy a démon miatt. És igazából ez a játékunknak az igazi sztoria? Hát bőven benne lehet, hogy Amanda csupán ezért gonosz. Csak nem esett le nekünk. Legalábbis nekem nem esett le. És amikor így elkezd glitchelni, mindig akkor veszi át a démon a hatalmat a teste felett. És ez pedig már a játékunknak a vége fele van.
amikor Vulit a többi bárányhoz becsapdázta. Annyira szomorú ez az egész történet. Kérlek, Amanda, gyere vissza! És ne a démon uraljon téged! Amanda, te vagy az? Mi? Fogd meg a kalapácsot, és üsd ki belőlem a démont! Na ilyen már a játékban tudja, hogy nem volt. Vuli, nagyon köszönöm, amit tettél értem. Sokkal jövök neked. És sajnálok mindent, ami történt. És megölelik egymást! De hát... sajnálatos módon... a démon örökre... rettegésbe fogja tartani Amandát. Soha sem gondoltam volna, hogy ez ennyire érzelmes lesz így a végére. Nagyon örülök, hogy közösen megtekinthettük ezt az animációt. Hát azért be kell vallani, hogy eléggé szívszorító történet volt ez, és mostantól kezdve már egy kicsikét pozitívabban tekintek Amandára. A komment szekcióban mindenféleképpen jöhetnek a véleményeitek erről az egészről. Ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy bejött nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban. Hogyha pedig esetleg valaki még nem nyomta volna be a csengőt, mégis mire vár, amikor elvileg akkor a YouTube értesítést fog küldeni a legeslegújabb videóimról. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!